határőrség a fegyveres erők része. A belügyminisztérium szerve alapvető feladata a Magyar Népköztársaság államhatárának őrzése a magyar dolgozó nép külső és belső ellenségeivel szemben. Akkor megkülönböztet szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat a katonákat, akik a nyugati határon szolgáltak 1957-től 92-ig. Az én számításaim szerint kb. 50 ezeren szolgáltunk a nyugati határon, mint sorálmányi katonák. Találkozásunk emlékére, hogy megértik ezt a szép időt, kedves egészségetekre! Ott volt a fiatalság, nagyon sok barátság szövődött. Szeretek olyan emberek között, akiket valami összetart. És azt hiszem, hogyha itt valaki kimondja azt, hogy határőr, akkor örülünk egymásnak. Felnéztünk rá, pláne én a férjemre. Én nagyon-nagyon örültem, hogy határőr. Tudtam azt, hogy az országot védi, hogy egy nagyon komoly feladatot lát el, és én büszke is voltam rá. Igen. Nekem a 27 hónap az öröm volt. Jó volt, bár egy kis hideg is, de azért öröm volt, hogy ezt letöltettem mindenféle büntetés nélkül, mindenféle esemény nélkül. Most azoknak a társaimnak az emlékére mondom, és azoknak a nevében, ha szabad ilyet mondanom, akikkel én együtt szereltem le, felültünk a teherautóra, és kivitt bennünket a teherautó a laktanyából. Az a gyerekek, az most is kiver a libabőr, maga az eufória. Szóval az egy olyan pillanat volt, hogy azért megérte a két év. Számomra az, hogy határőr, az nagy betűt jelent, mert az a katona, az a határőr, aki az eligazító szobában megkapta, hogy mi lesz a feladata, hol kell neki végrehajtani, ezzel nagyon is tisztában volt. De azt mondom, hogy vajon bejön-e szolgálatba? Nem baj nélkül. Akkor soha nem lehetett előre tudni. 1965-ben ugye a Szovjet Kommunista Párt, amikor döntött úgy, hogy 1966-os fel fogja szedni azt a másfél millió tapos aknát, de tudták előtte valamit le fognak rakni. Mit? Ezt úgy hívták, hogy S-100-os elektromos jelzőrendszer. Amíg az aknákat közvetve az államhatár mellé rakták le, az volt 365 km hossz, addig az elektromos jelzőrendszert a terepviszonyoktól függően 50 és 10 ezer méter az ország belsőbe vitték. Az osztrák-magyar határon Győr-Moson-Sopron-Vas megyében 34 település zárt körbe. Fönnmentek a melegvezetékek, 24 volt áramfolyban Magyarországon, és vittek el a kétsorosan a föld alatt is, nehogy valakit átkaparja mögötte. Csak ezek a gazdasági kapuk szakították meg, amit mögöttünk van. Hát itt volt a kapu, ugye? És itt lehetett átmenni. Itt meg a zárok, és a zároknak innen-onnan, meg ezek a kerékvető. Aztán sokszor itt álltunk, fél napokat nem, de órákat. Mert nem voltak katonák, akik kinyitotta. Meg azokat a tüskés vasakat, mert ilyenek is voltak, mint a rómaiaknál, hogy ugye fönnakadt rajta a szekér, vagy az autó, vagy akármi. Azt előbb meg kellett szedni, és akkor tudtunk bemenni. Ja. Szegény behúzta tálna itt legáltatott. Akkor mondtam neki, a nap, mikor a horizontot odaér, akkor maga itt lesz a kapunál. De hát 2 kilométer odébb volt, vagy 3-mal. Szegény, akkor legált legjobban a tájén, ott kellett neki, ki kellett menni. De miért? Mert ők már nem láthatták azt, amit a katona készüléket betelepített. A civil lakosság nem láthatták. Hatásávban kerültünk, mert tőlünk, majd 2 kilométerre egy hatásáv jelzőrendszert húztak, el voltunk zárva a külvilágtól. 2 kilométerre a ország belseje felé jelzőrendszer, 500 méterre az ország határa másik felén, ahol szintén rakétás jelzéses drótokat húztak minden nap, tehát arra fel is azonnal jelzett a dolog, ha valaki közlekedett. Na hát ez már felcseperedő ifjúkorban, ez nem tetszett, ez rettentően nem volt jó. Ez a bezártság, hisz ez meghatározta az embernek az életét. Mondhatnám úgy is, hogy szinte mindenki menekült innen.
leszálltak azok a olmódi lakosok, akik itt laktak és jöttek munkából. Ha valaki még leszállt, nem ismerte, elkérte az igazolványát, ki az. És mondta azt, hogy kérem szépen, XY vagyok, édesanyámhoz jövök, itt a hatásáv éjszakai tartózkodása is jogosít. És akkor itthon aludt. Ha volt olyan, hogy nem volt ráírva a hatásávjára, hogy éjszakai bentartózkodása jogosított, tehát sötét iskola hatásávot el kellett hagyni. Most volt ilyen, hogy itt maradt benn mégis, mondta parancsnokom, menjek ki, keltsen föl és ki kell kísérni. Most el lehet képzelni, hogy éjjel 11 órakor, 23 órakor bekopogni valahová, itt van, itt, keljen föl, menjen ki. Igen, volt egy kapu, egy jelzőrendszer, amin volt egy drótos kapu. A drótos kapu után egy 10 méter volt egy sorompó, befelé, tehát Olmod felé. Sorompó leengedve, kapu becsukva, tehát egy zsilibe bent álltál, és akkor úgy mehetett, hogy vagy előtted ment az autó, vagy mentél előtt, gyalog az autó előtt. 3 kilométert szép lassan legyalogoltunk, tehát ellenőrzés alatt voltunk. A saját falumban nem sétálhattam be. Volt olyan például, hogy az illető elkezdett kötözködni a járőre, okmányosnál, hogy ő nem volt nála a hatásáv, és mondta, hogy menjen haza és hozzá. Ő aztán nem megy, oda mentem. És mondtam a illetőnek, mondom, ide figyeljen, hagyja békén. Ha valami gondja van, velem foglalkozom. Pirossávos hatásávi engedélye volt, jött a hatásávi engedély hosszabbítás, bevontam szépen a pirosat és zöldet adtam neki. És ő neki piros volt. Mondom, a ősparancsoknak a jogköre eldönteni, hogy kinek miért ad. És akkor utána megmondtam neki négy szemközt, hogy ha ezt megcsinálja, akkor ez a köszönet érte. Ez a határ övezet, ha úgy tetszik, ez a lételemünk kivált. Alföldi rokonaink, ha jöttek hozzánk, akkor mindig mentünk Szombathelyre kiváltani őket. A felderítés, főleg itt a Celldömölk Szombathely közti vonaton, azokat az utasokat, akik ebben nem illettek bele, azokat mindig fokozottan ellenőriztük, váltottuk ki a rokonainkat, hát ilyen sok volt. De furcsa módon senkinek soha, a családtagoknak se, senkinek soha nem jutott eszébe, hogy ezt kritizálja, ezt bírálja, nem tudomásul vette, hogy a rend része, és ezt így kell csinálni. Az ellenőrzés az nem csak a határon történt, hanem mélységben, úgyhogy hogy vonaton, autóbuszon, és a közutakon folyamatosan voltak őrök kitéve, akik leállították a személykocsikat, ellenőrizték az okmányikat, benne van-e a kettes bélyegző például. A vonaton hivatásos állományok jöttek, és azok is ellenőrizték az utasokat. Tehát kiszűrték tulajdonképpen azokat a személyeket már Szombathely előtt, akik nem kívánatosak voltak itt a határőrökre. A hivatásos állomány kivételével a sorozott állomány nem önként ment katonára, hanem parancsot hajtott végre, a postás hozta, hogy a behívó parancsot, hol a meghatározott időre ott kell lenni. Nagyon komoly ellenőrzés előzte meg, hogy valaki ide bejusson határőrnek. Tehát nem volt mindenki alkalmas, de főleg a politikai, rosszul mondom politikai, tehát az erkölcsi magatartása volt a lényeg a kiválasztásnál. Minden évben elment 2-3 alkalommal is, innen a határőr kerülettől 3-4 tiszt hivatásos állományunk, és elment a lakóhelyére, az iskolába, a körzeti megbízotthoz, a munkahelyére, a tanácsra, tehát az akkori tanácsra, és hát információt gyűjtött arról a gyerekről, akit tulajdonképpen be akartunk hozni. Mint újoncoknak nagyon nem ment a szintidőre való riadó, tehát hogy az ágyból fel kellett kerülni a teherautóra. És 3 perc volt. Meg volt a szintidő. Az öltözettel nem foglalkozott senki. Mi volt a lényeg? Fegyver, lőszer, irodástechnikai eszköz. 3. percben mindegyik járműnek, akár az üldöző csoportot vitte, akár az árás, el kellett hagyni az ősöt. És úgy próbáltuk behozni a lemaradást, hogy hagytuk el a ruhákat. Hát nem vettem fel meleg alsót januárban, ugye molinó. Kihagytam az oknit a csizmából, csak kapcsol, és ezzel úgy sikerült csökkenteni az időt. Na de megszólalt a micsoda, a kakuk, ugye úgy hívták, hogy kakuk. És hát azt hittük, hogy ez is olyan kis riadócska, ilyen kis próba. Ugye?
Nem, kiderült, hogy ez nem, gyerekek, ez nem. Két napon keresztül voltam kint. A cuccaim, a ruhanemizetem a hónap alatt volt. A tartáskámat, a gázáratot, meg a gépisztolyt a társaim hozták, már arra be kellett fogni a két lovat, elég kellett tarni kapuhó. 3 perc alatt. Ez volt a kiskapu, a bejáró, és ott volt a töltőhely, ahol a katonák ürítették és töltötték a fegyverüket, mikor szolgálatba mentek, illetve mikor jöttek haza. Atya Isten, mi van itt? Hát, elszomorító. Elnézést. Szóval én nekem az... Hát itt volt a ügyeletes szoba. Itt volt a elektromos jelzőrendszer agya ebben a helyiségben. Istenem, mi van itt? Ez volt a legénységnek a klubhelyisége. Itt volt egy kis kantin. Úgyhogy itt mindent lehetett kapni a katonának, ami pont szükséges volt a ő tevékenységéhez. El kell, hogy mondjam, hogy a első raktárosom 73. szeptember 21-én kiszökött. Hát sajnos ilyen is előfordult, hogy a nagy kivizsgálás a szocialista címet azt elvitte, mert ugye kiejtette időből a versenymozgalomból minket akkor az István. Úgyhogy vannak ilyen keserű emlékek. Itt szolgált 75-77 között Cirbik Sándor. Nagyon jól emlékszem a gyerekre. Aztán a kelempászmadár. A kelempászmadár meg a mókus. De soha nem felejtem a Cirbiket. A pontosan úgy szólt, hogy itt szolgált 1975-77 között Kelempájsz. Megparancsolom önöknek, hogy a Magyar Népköztársaság államhatárának őrizetére kapott harci feladat végrehajtását kezdjék meg. Ez volt, hát nálunk ezzel indították mindig a járőröket. Volt egy fiú, aki azt írta haza barátnőjének, hogy kint a határszolgálatban bármikor lelőhetnek, és hogyha elmegy a faszi, akkor 18 hónap futkosót kapok érte. Ezért én fél lábbal a sírban, fél lábbal a börtönben szolgálok itt a határon. Na erre, ezért a Dumáért 7 évet kapok. A nyomság nyílt terület, bárhonnan egy fa mögül lesből úgy lepuffantanak, mint a veszett kutyát, és kész. Nem csak a hatásértőnek volt szorult helyzet, a határőrnek ugyanannyira szorult helyzet volt. Én ezt megúsztam, hálát adok érte a jó Istennek. Háromszor ment egy gyerek, 16-18 évesek volt. Ugye megfigyelték a járőr mozgását, ez fontos. Elment a járőr, azon a betontuska mellett azt a laza földkövet kikaparták. És lementek az alsó vezeték alá egy 35-40 centit, egyenként átbújtak alatta. A harmadik is átjött a gödör alatt, akkor fogták ezt a karót, amelyik jól végezte ezt a dolgát, ére bedobták a gödörbe, és elmentek. Az a két raffinált katonai ügyész megnézte, legyen ez a jobb ötös szektorról történt a szökés, hány percenként kellett elmenni a katonáknak a rajú azzal. Azt a következtetést vonták le, hogy azok a katonák, akik itt voltak szolgálatban, akkor vagy egyszer sem mentek el, vagy hál' is mentek, nem figyeltek, beszélgettek, hülyeskedtek. Megnézték, hogy ki volt a jobb ötös szektorna, ekkor a bilincs kattant rajtuk, másfél év szombaté fogda, majd a győri katonai ügyészség nyilvános tárgyalásra a járőrparancsokot másfél év katonai börtönre ítélték, a társat 1 évre. Na most az őrsparancsokot, most jön a lényeg az őr részéről, úgy meg úgy megbüntették, amíg le nem szerelt, nem ment el nyugdíjba, jutalmat, kitüntetés, előléptetés nem kapott. 9 hónap után az egyik irástudó cigánygyerek a szüleinek írja egy levelet, hogy mindenről jól vannak, megvannak, és kérték a szüleit, hogy mondok egy fantom nevet, a fiú nevét nem mondom, én a Szombathelyen, 69 éves. Mondjuk a Tóth Pistának köszönjétek meg, nagy jó tanácsot, ötletet mondott, amit mondott a kőszegi jegyekben az Irotka környékén, könnyű volt kiszökni Ausztriába. A nyugatról jó leveleket csomagolt először, mások nézték, nem a címzet.
Megnézték, ki volt az a Tóth Pista. Tóth Pista 67-ben volt műszaki katona, mikor rakták le ezeket az oszlopok kőszegedjekbe. Bevasolták is, hogy a Szombathely Polgári Bíróság tanácsadó tippad ötletadóként. 2,5 év végrehajtóan a börtönre ítélte. A fiú azzal védekezett a bíróságon, ezt mondta, csak nem a cigány gyerekeknek. Hát valamelyik baráti körben, valamelyik talpanalba sörözgettek, borozgattak, mit tudom hányan is sörfel, és után valamelyik élesül kihallgatta, végrehajtották, nem vették figyelembe. Hogyha én, mint járőr, kim vagyok a határszakaszból, meg volt, hogy áttől addig a tiéd a szakasz, és azon a területi hatásértés történik, sikeres, tehát kimegy, akkor azt a járőrt 2 év futira vágják. Az a minimum, ami. És ami a legrosszabb az volt, ugye, hogy letöltötte a 2 év futkosót, és utána visszahelyezték, és a még hátralévő részét még le kellett neki tölteni. Azt mondtuk, hogy együtt vagyunk. Együtt csináljuk. Nekünk nem az járt az eszünkbe, hogy most itt nagy hazafiság, meg a két világrendszer harca, nem, az volt, hogy meg kell akadályoznunk egy bűncselekményt. Körmenden olyan kiképzést kaptunk, hogy módszertani volt. Tehát itt van a járőr, jön a határsértő. Akkor hogyan kell ténykedni? Tehát annyira begyakoroltuk, hogy ott valószínű az ember azt csinálta volna, amit kell. Ott nem volt gondolkodás. Ha nem csinálta, akkor annak következményei lettek. Hát a fegyverhasználati szabályzatban volt egy olyan pont, hogy a fegyverhasználat során kerülni kell az ember élet kioltását, és a lövésnek lehetőleg lábra vagy alsó testrészre kell irányulnia. Ez benne volt, írott volt. Ha valaki nem tudta a fegyverhasználati szabályzatot, azt nem engedték haza. Van egy határsértő, akkor hát akkor, hányan van egy határsértő, és nem veszem észre? Ha észreveszed. Hát akkor lelövöm. Tehát a drót előtt lelövöm. Hát a legfontosabb szempont az volt, hogy csak lábra. Ha már fegyvert kellett használni, akkor lábra. Hát nem volt mindenki pont, nem, mindenki nem célzott pontosan. Már minket úgy tanítottak, legyen az újonc kiképzés, tízes iskolán, utána még mi is úgy tanítottak az újoncokat, hogy lábra kell célozni, de úgy, hogy ne tudjon megszólalni. 60-as években egy komoly pártfunkcionáros, a fia ugye érettségén megbukott. És a barátjával együtt ugye nyugatra menni. Na most a járőr, ugye úgy, ahogy elő van írva, felszállt, nem álltak meg, levegőbe lőttek, elélőttek, nem, aknás időszakról. Másztak át a szögedrúton. Mit tudott csinálni a járő? Ha elengedi, akkor bezárják, ugye, lábba lőtték mind a kettőt, aztán ugye elkapták őket. És az apuka, ami nagyon komoly beosztásban volt, ugye, elmondta a gyerekeknek, hogy mit kell mondani a bíróságon. Na most a bíróságon ugye a két gyerek azt mondták, őket nem szólították, ők nem hallottak semmit, ott nem volt figyelmeztető lő. Úgyhogy a járőparancsnok, jól tudom, 2,5 év börtönre ítélték, a társat meg jól tudom, 1 évre ítélték el. Ez miatt. Akkor volt az, hogy lábra célozni, nehogy meg tudjon szólalni. Kellett parancsnok, hát oda ment kivadászni, ahol akart. Hát az Isten se állította meg. Főleg mikor volt benne, ivott. Akkor is az volt a probléma, szerintem, mert biztos, hogy józanul nem csinálta, nem lövöldözött volna oda a járőrhoz a kutyáról, mert nem tudta megkülönböztetni, hogy mi az. És csak hát szerencse volt, hogy a járőr nem találta el, mert ha eltalálja, akkor abból tényleg nagy baj van. A járőr még panaszt akart tenni ellene, és akkor én másnap reggel fölhívtam, jelentettem neki, hogy mi történt, és akkor ugye azt mondta nekem, mi van barátoskám, kioktatunk. Én mondtam, hogy elnézést, nem akarok kioktatni, csak mint ember kötelességem jelentse, hogy elkerüljük a nagyobb bajt. És akkor azt mondta, jól van barátoskám, letette a telefont, és utána kezdve engem évente egyszer, kétszer, háromszor megfenyített. Volt felparancsnok, mondja, hogy 10 óráról gubezres nélkül jelentkezned. Szó szerint annyit mondott, kisávtas, pontot tettünk a maga ügyének a végére, mai nappal a belügyminisztertas leszerelte. Hát se köpni, se nyelni nem tudtam. Másnap reggel, 7:30-kor kiléptem a kapun, hogy jön a busz. Mentem szolgálatba. És akkor, mikor kiléptem a kaput és becsuktam, akkor jöttem rá, hogy nincs tovább. Na, azt az érzést senkinek. 39 éves voltam. És
legjobban most is az bánt, soha senki nem mondta meg a szemembe, hogy miért szereltek le. Egy kis hadnagy kezdett udvarolni, és annak lettem a felesége. Nagyon szerették a faluba. Üregén, betegén, mindig segít, még ha meg is volt fenyidő, akkor is segített. Ha kiment eseményre, én addig végig izgultam, még haza nem jött. Egy vagány gyerek volt, nem igen riad vissza semmitől. Reggel megvasaltam, meg pogácsát sütöttem. És mikor fölkelt, kérde, hogy a pogácsa mire készül, mondom 10 perc, de nem vártam, míg és elment. És jött a hír, hogy a Horváth Pista agyonlőtte magát. Minden olyan zártan ment, oda se mehettünk, a kislány éjszaka a kisebbi kiszaladt, de nem engedték, mert vigyáztak, katonák voltak ott a pincén. Temetésre is kísérettel mentünk. És máig se tudom, hogy mi történt. Győrbe visszajött a jelentés, hogy senkit nem terel felelősség a haláláért. És ez idáig, most már 34 éve, ez maradt ilyen zárt körökbe. De nem kérdezte tőlünk meg senki, se segítség, semmi, hogy tovább. A kislány veszette össze a papírokat, és azt mondták, hogy hagyja abba, ha nem akarjuk, hogy elüssön az autó bennünk. A gyerekek el is mentek innét. Akarták, hogy én is menjek, de mondtam, hogy én nem megyek. Itt vannak a halottaim. Itt vannak a rokonok. Míg senkire nem mondtunk semmit, senki gyerekeknek is mondtam, senkire semmit, mert nem tudjuk, hogy mi volt, ha valaki hibás bent, az igazságos. Volt ez a hanglatjelentési kötelezettség. Minden héten, csütörtökön, a hangulat, hogy milyen hangulat van az őrsön, ezt jelenteni kellett a pólehelyettesnek. Ami ezen kívül jelentés ment be, azt meg a kiskatona, ugye, mert őt meg az elhárító tiszt kérte meg arra, hogyha rendellenességet tapasztal, akkor szóljon. Egyikük engem is megtalált, vagy egy óra hosszat győzködött, hogy jelentsek neki olyanokat, hogy melyik az a katona, aki ruhástól alszik, mert az avval gyanúsítható, hogy éjszaka ki akar szökni a határon, és nem akarja az időt húzni avval, hogy felöltözzön. Vagy pedig olyat csinál, hogy elégeti a leveleit, mert az akkor megsemmisíti a bizonyítékokat, hogy katonai titkokat szolgáltatott ki, és hogy ne legyen erre bizonyíték, elégeti a leveleket. Kőszegi lakosként ismertem mindenkit. Viszonylag rövid időn belül az őrsnek a vezetősége, tisztek, tiszteletesek, minden tudtak arról, hogy a közkatonák közt mi történik. És képzeljétek el azt a helyzetet, hogy kint vagyok egy idősebb katonával, csőre tölt és rám fogja, hogy na te szemét állat, most szétlőlek rögtön, hogyha nem mondod meg, hogy te vagy a spicli. Bocs öreg, én ilyet nem csináltam. És ami a dolognak a tanmese értékét emeli, mint becsület, ami manapság egyre kevesebb, azt gondolom, hogy otthon ültem kint Kőszegen, kis kertes családi házunkba, nyáron, és megjelent három ismerős fiú. Nem tudtam őket hirtelen hova tenni, de előttem lévő korosztályból szereltek le, és Pestről azért utaztak le hárman, hogy elnézést kérjenek tőlem, és azt mondják, hogy bocs, ne haragudjál, tévedtünk. Volt egy olyan eset, hogy a járőrtárs az első szolgálatában meglépett, oly módon, hogy az öreg katona volt a járőrparancsnok, a járőrtárs meg az újonc, ugye akkor került ki, az első szolgálata volt, és lábon lőtte a járőrparancsnokot, elvette tőle a géppisztolyt, és kiszökött.
A géppisztolyt felakasztotta a határdrótra, azokat nem vitte magával, de sajnos utána elég sokáig kórházban volt, súlyos volt a sérülése az öreg katonának, meg hát azért nem volt kellemes, hogy utána még meg is hurcolták, hogy ugye bizonyítani kellett, hogy ő nem tudott róla, meg hát kényes dolgok voltak, és eléggé megviselte őt is, meg hát ugye bennünk is azért, hogy hát az gyakorlatilag mindenki válő fordulhat. Megjelent valaki a faluba, arról én itt az Őrsön mit tudhattam, hogy a kert alól valahová bementek, vagy egy idegen a boltot meglátogatta, vagy ezt hasonló. Ezt csak úgy tudtam, hogy itt valaki illetéktelen személy tartózkodik, ha ezt a lakosság jelezte. Amikor egy buszsofőr esetleg jelzett, akkor ő megtehette volna azt is, hogy nem jelez, mert ezért senki nem vonta volna őt felelősségre. De ő úgy érezte, hogy neki kötelessége ezt a dolgot megtenni és jelezni. Ezt megtették mások is. És itt jelentkezik az, hogy szívességből, tehát nem kötelezettségből, hanem szívességből, mert úgy érezték az emberek, hogy a saját nyugalmuk érdekében erre így szükség van. Voltak önkéntes határőrök, voltak munkásőrök, különböző aktivisták, pártszervezetek tagjai. Jött haza, látta, hogy valaki gyalogol a kőszegi erdőbe, leérkezett ide a Horvátszsidányba, és akkor szólt a határőrnek, hogy itt a lőtérnél gyalogol valaki. Azt az irányt akkor itt a határ mellett lezártuk, a riadócsoportot kiküldte az embert, akkor kiderült, hogy volt egy kéktúrás illető bandukortot. Volt, amikor nem kéktúrás volt, volt, amikor NDK-s állampolgár volt. A helyi lakos, tehát az önkéntes határőr, aki nem csak hogy jelentette, vagy jelentési kötelezettséget ruháztunk rá, hanem egyszerűen még szolgálatba is elküldtük. Föltette a karszalagját, a jelvényét, az igazolványt megmutatta, mert elláttuk megfelelő hivatalos okmányokkal, és igazoltathatott. Nem szép szemmel néztem azokra, akik itt Peresznyén is ilyen önkéntes határőrök voltak. Én nem néztem szép szemmel, ja, meg most is tudom, kik voltak azok. Ilyen magamfajta emberek azt mondták, ezek a spriclik, meg besugók, nem? Na most az volt a ronda, jött egy idegen a kocsmába, körbefogták, honnan jön, 5 perc múlva ott volt a nyomozó meg a katonák. Hát milyen emberek ezek? Úgy kívántam neki, menne valahova Alföldre oda le, aztán fognak így körbe, aztán szépen elvinnék itten, hogy hívják. Ez egy utálatos dolog volt. Önkéntes. Hát ez egy... És falubeli. Az ember így beszél vele, és az ember el sem hiszi, hogy egy évben kaptak egy őzvacsorát, azt hiszem. Na meg akkor kaptak az erdőbe, ők mehettek az erdőre fáért maguknak a mi erdőnkbe. Ha valaki beönt a várpresszóba, akkor példát mondok. És azt mondja, na most akkor kimegyek, ha vécére akart kimenni, vagy barátainak, na most akkor kimegyek, 5 perc múlva elvitték. Volt, amikor 10 egyszerre. A kőszegi tisztes iskolának volt egy úgymond távoli hadgyakorló tére, úgy hívták, hogy Gubahegy. És ott volt megépítve ez a vasfüggő, amit egy olyan 30 méter hosszan. Úgy eredeti formában, az azért volt megépítve, hogy az újoncok, ha jönnek be, el legyen ott egyik magyarázva, hogy néz ki a vasfüggő, akkor lássanak, hogy a vasfüggő, mikor kimennek szolgálatba majd, újonc kiképzés végén, hanem már a újonc kiképzésem. Na most soha nem feltem, 67 nyarán, egy éjszaka 23-ra felé egy a 42 éves balassa gyarmati fiatalember ki akar szökni. Pont ennek a 30 méteres gyakorló vasfüggőnynek mennek ki. Pont. Pekje volt. Ha elmegy jobbra, 20 méter balra, ugye idegen, az volt ez az államhatár. Hát szögez, drót, nyomság, minden úgy meg volt csinálva, eredeti formában. Ott volt a magas figyelő is többek között, ugye. Hát ez az államhatár. Átvágta a külső műszaki zárat, jön ugye kőszeg irányába, látta a kőszeg fényet, az volt, hogy felsőr. Ugye, most úgy fél egy óra felé beír a kulacsba, a város közepén van. Ugye nem volt neki, akkor még szólt a cigánzen abban az időben, nem volt neki feltűnő, hogy magyarul beszélnek, mert felsőrben az idősebb generáció magyarul beszél még. Ugye? Bemegy, megállította a zenekart, hurrá, szabad földön vagyok, mindenki az én vendégem. Ugye? A
a sarokban nem vette észre, ott ült az iskolaparancs, amíg a polhelyettese. És azok meg voltak lepődve, ugye nem volt semmifajta bilincs, semmi nálunk, levették a válszíjukat, megkötözték a fiatalembert, behozták a tisztes iskola fogdájában, és mondja az iskolaparancsok, hogy ők éjjel egy órakor a Kulas étterembe kapták el a szökni próbálót. Az emberekkel való foglalkozás az egy művészet. Azt a felderítést annélkül nem lehet csinálni. Kapcsolatok nélkül nem lehet, helyesebben talán így mondanám. Nagyon gyorsan tudok kapcsolatot teremteni emberekkel, tudok ritmust váltani, és meg is tudom magam szeretetni, meg is tudom magam utáltatni, úgyhogy mert ilyen is van. Ez a kettő egymástól nem elválasztható. Eléggé sok gond volt akkor itt a fiatalok körébe. Olyan fertőzött területre fertőzött embert kellett beépíteni, aki élvezi adnak a társának a bizalmát. Hát oda nem mehet az igazgató egy ilyen bandához, nyakkendősen, még beszélni, hogy neki akar szökni, öcsi. Ugye, olyan kell, akiben bíznak, aki képes magával ragadni ezt a társaságot, aki képes vezér alakjának lenni, de nem provokatív. Akkor is jogállamba értünk, ugye, hát most már kevésbé, de az a Hübele Balázs módján nem lehet csak azt mondani valakire, hogy most ki akar szökni, ráfogni. De amikor olyan helyzetbe kerül, hogy azt márjuk mondani, hogy most éjfélkor fog menni a valamelyik őrsön, ki akar szökni. De erről olyan hitelt érdemről bizonyítósan kell lenni, olyan információknak, hogy ez tényleg megalapozottan tudjuk azt, hogy valóban erre készül. Intézkedtünk a riadó csoporttal, ugye ez itt úgy szokott történni, hogy nem mi, mert még csak a látszatát sem szabad annak kelteni, hogy mi nekünk ebben benn van a kezünk, ugye, természetesen. De ezt egy csomó olyan munka előzte meg, ami nagyon sok álmatlan éjszakát jelentett, sok esti csavargást a vendéglőkben, mert itt tudna, hol lehet ilyesmit megtudni. Fodrász. Hát ott csodálatos dolgok megvannak. És egy fodrász az csodálatos dolgokat megtud, ha az tényleg precízen csinálja, vagy szereti és meg élvezi. Az Andalgónál ott volt egy ilyen fürdőhely. Fürödtek, hát többen is, még én is szoktam lemenni, körülnézni. És ott feltűnő volt egy csoportnak, hogy állandóan a határt nézegeti. Fölfele, mindig ott nézegetnek. Suttognak, bunkolnak, ott él. Aranyos kis kapcsolat volt, még azt is megtette, hogy amikor összeszedték a cokmogukat, követte őket. A viselkedésből feltűnt, hogy itt nem egyenes úton járnak. És követte őket. És akkor követte, akkor a járőrnek az ellenőrző pontnál szólt, hogy itt a személyek elég, itt sumálkulnak, itt nézegelődnek, és tartanak a határ felé. Gyönyörű szép elfogás lett belőle. Hát ez megint az ember ismeret, az emberekkel való művészet szintje határozta meg, hogy ki mennyit tud magának becserkészni. Ha van, akivel szoba se álltak, azt kérem szépen fetrengett, vergődött egyedül. Ez csak széles, hát most egy csúnya szót mondok, széles néptömegeken keresztül lehetett megvalósítani. Ez a jelenlegi politikai helyzetet átültetve. Hát megmondom őszintén, nagyon sok embert megismertem. Még azt is tudtam, ki hol lakik, ki mikor született. Sok mindent tudtam. Tényleg. Én élveztem ezt a szakmát. Szerettem ezt a szakmát. Az volt nekem a teóriám, hogy én aki valakinek jót nem tudok tenni, rosszat nem teszek. És így tiszteltek az emberek. Tisztelnek most is. Én Szombathelyről közlekedtem vonattal Gencsapátiba, gimnázista koromban is. És nap mint nap állandó igazoltatások voltak. Későbbiekben barátaim jöttek látogatóba az ország másik részéről, őket is állandóan meghurcolták valósággal, bevitték őket az őrszobára, kihallgatások, mindenféle hülye keresztkérdések, hogy miért jönnek, kihez jönnek, milyen kapcsolatba állok velük. Nehéz volt a szitu, mert katonaság előtt nem adtak nyugatra útlevelet, ha ebből kifolyólag a nyugat az szóba se jöhetett, ha csak nem szökés által. De hát az ember olyan horror történeteket hallott, hogy aknásítva van, mi egymás lelőnek meg, és stb. Úgyhogy ezt nem vállaltuk be akkoriban. Majdnem már 23 éves volt, amikor engem elvittek katonának. És gondolom a megbízható szüleim
az akkori rendszernek a tagjai voltak. Én megjártam a Szovjetuniót, hát egyértelmű, hogy nyugaton egy szár rokon se. Én egy jó páciens voltam, hogy határőrnek vigyenek be. Megérkeztünk a Dundi őrsnek a valamikori épületeihez. Mint hogyha egy szürreális álom lenne az egész. Vagy lett volna. Hogy itt védünk valamit, nem is tudjuk, hogy mit. Egy nagy hülyeséget. Kétszer volt elfogás, egyszer volt egy ember. Egyszer meg, ha jól tudom, 7 NDK-s, mind a 2 esetben NDK-sok voltak. Úgyhogy itt végül is nem volt nagy mozgás, és ezt a nagy apparátust erre fönt kellett itt tartani. Úgy lettünk ide kiszelektálva, hogy általában az ország minden részéből, Szabolcsból, Isten tudja honnan nem jöttek ide katonák, nehogy véletlenül is valami szál fűződjön a másikhoz. Akárhányszor az ember ilyen szolgálatba vagy riadókor kijött, akkor be kellett jelentkezni, hogy kiérkeztünk. És akkor az ügyeletes, a mindenkori ügyeletes a bent az őrsön fölvette a telefont, és akkor vele kellett tudatni, hogy megérkeztünk a helyszínre. És akkor is ez történt itt. Csak kerítés lábban, gondolom ez a tárkő. Most kérem szépen, itt vagyunk a magyar-osztrák határon élesbe, pontosan a határvonalon, Undnál, ahol annó 1980. december 13-án a kedves barátom, a Bolfán Tibor a fegyverletétel után Ausztriába menekültünk. Ugye én öreg katona voltam abban az időben már, ő viszont eléggé friss volt. Elkezdtük tervezgetni, hogyha első adandó alkalom lesz, akkor meglépjük a dolgot. Este olyan 9:30 körül jelzett a rendszer, pont ő is bent volt az őrsön, én is, és akkor már kész tervünk volt, és akkor mondtam neki, Tibi, gyere, álljunk össze. És akkor az ügyeletes ránk szólt, hogy hát ne álljunk össze, én mert öreg katona vagyok, a Tibi meg tisztes, inkább 2 kopasz, úgymond újoncot, vigyen ő is magával, meg én is. Aztán én leállítottam az ügyeletest, hogy kus, és csak együtt jöttünk ki, és én tudtam, hova kell állni, hogy pont ide kerüljünk a határhoz. Teherautóval rakták le az emberkéket, 2-2, olyan 5-600 méterre egymástól a párokat, és akkor ide minket kiraktak, fegyvereket lerámultuk itt a magyarországi oldalon, a tárakat, tártáskákat szépen össze, ahogy elő volt írva, a géppisztolya a tártáskára rátéve, azt már arra nem emlékszem, hogy merre fordítottuk, és akkor egymás után itt megmásztuk a kis alacsony kis kerítést, és ausztriai oldalon futásnak eredtünk, mert akkoriban jellemző volt ez, több forrásból hallottuk, hogy határsértők után utánuk lőnek, annak ellenére, hogy ez tiltott volt átlőni a szomszédország területére. De többször ilyen sztorikat hallott az ember, úgyhogy mi nem akartunk ilyesmit magunknak, úgyhogy másfél-két kilométeren keresztül futottunk árkonbokron keresztül, és akkor megálltunk egy ilyen széna bogjába, és egy nyugodtan elszívtunk fejenként egy-egy cigarettát, és akkor föllélegeztünk egy picit. Sikerült, és indultunk tovább gyalog az éjszakába. És akkor ugye arról hallottunk, meg úgy ismertük is ezt az egész határkörnyéket, hogy itt marhára vigyázni kell, mert nagyon kanyarog a határ, és nem akartuk, hogy közelébe visszakerüljünk még egyszer. Azt tudtuk, hogy Lucmansburg, magyarul locsmány, ott templomtornyot lehetett látni, meg a kivilágítást. Úgy félig meddig abba az irányba indultunk el. Ugye nehogy visszakeveredjünk a határ közelébe, és esetleg még ránk tudnak lőni, mert gondolom akkor már kivezényelték az egész szomszédos őrsöket. Szombathelyről jött az erősítés, hogy esetleg meg tudnak csipni bennünk. És akkor hajnalban beérkeztünk Oberpullendorfra. Hát a titkos tervünk végül is az, hogy az akkori határőrség őrsparancsnokát, Dicházi István fölkeressük, és esetleg tud nekünk valami érdekességeket mesélni az akkori időkről. Nem tartasz a találkozástól?
Én nem tartok tőle, szerintem neki kellene tartani. Hallottunk ilyen híreket, hogy faluban híresztelte, hogyha ez a két fickó valaha szeme elé kerül, akkor le fogja puppantani őket. De lehet, hogy csak humorizált az öreg. Mivel már megtért, templomban vállalt állást, mint sekrestyés, és lehet, hogy már a határőrség a múlt számára. Jó napot kívánok! Lenne egy kérdésem, véletlenül Diczházy úrat nem tetszik ismerni? Hogy ne ismernénk? Igen? Nagyon jól ismerjük. Ahol eljöttek most a másik kocsmának a szomszédjai. Ott van egy üres cselek és ő a szomszéd. Igen? Így van. Meg akarjuk keresni. Hát lehet, hogy ilyenkor pihen. Pihen? Uh-huh. Hát nem tudom, meg kell próbálni, meg kell csöngetni ezt rá. Valamikor kez alatt voltam itt katona. Aha. Lehet, hogy nem kellemes emlékei vannak rólam, mert én akkoriban kiszöktem, mint katona. Ja, értem. Hát akkor meg... Erről nem szokott mesélni véletlen? Nem tudom, névről. Nem tudom. Nem. És ja, úgy, hogy diszidálni tetszett. Igen, már 32 éve lesz most. Aha. Tudod, melyik az a ház biztosan? Melyik házban megy? Én elmondom, ott van a másik kocsma, igen? És ott van egy üres telek mindjárt között, és az első ház. Ott van. Jó, köszönjük. Feleségjel. Megismeri-e? Nem tudom. Jó napot kívánok. Jó napot. Isten bácsi, mit adhatok? Szokásos? Persze. Na, itt van egy fiatal ember, ő magát ismeri és magát fogja megkeresni. Hát most maga meg erre jön. Meg kell ismerni ezt az embert. Jó sokáig nézze meg. Már én tudom, hogy katona volt itt, csak nem tudom, hogy ott. Ami ilyen jó fajta lehetett. Pista, nem ismersz meg? Ne bazd meg! Novák Miklós vagyok. Lelépett. Így van. Szevasz. Gondoltuk, hogy meglátogatunk. Ennyi idő után most 32 éve lesz már. Nekem gondom mindig az, hogy én eléggé haragtartó vagyok. Ez nagy gond különben. Az a betegség. Ja, az... Egyszer meg kell bocsátani. Nem? Igen. Hát most én nem várom el tőled, hogy megbocsássa, mert én annak idején úgy emlékszem, megittuk a pertut. Meg. Nem, többször is talán. Biztos. Mi olyan szóval... fogunk, hogy nem szerettük. Akkor nekünk akkor ezt meg kellett lépni. Ja. Mert ez diktálta az agyunk. És nem volt akadály előttünk. Ja, akkor nem. Akkor nem. Akkor már nem. Akkor léptétek meg. Ugye? Igen. Na, most lenne egy-két kérdés, hogy utána itt mi volt, mikor mi azon az éjszakán, mikor ugye Tibi barátommal, mert mi barátok voltunk, de ezt nem tudta senki. Nekem gimnazista osztálytársam volt a Tibi. Hát arra az elhárítót is fizetett rá, hogy nem tudott nem ennek... tudta, hogy barátok vagytok. Igen. Meg arról se tudtak, ugye itt ennek a dicsőség volt, hogy te van vasútvonal építésénél voltak, csak azt nem tudták, hogy ott kirugdaltak a Szovjetunióból. Engem nem rugdaltak ki. Hát hazazavartak. Nem, én nem hosszabbítottam szerződést. Ja. Hát akkor mert szerződéssel voltunk kint. Ja. Fél éves szerződésekkel. Aztán... Na, hogy járt itt a... Wolfár Izzal nem mert velem találkozni. Járt itt? Járt egyszer, aztán... Jelent az őrsön, mondták neki, hogy... Kocsmában biztos megtalálja. Nem menjek azt, mert agyonlő még volt itt. Mikor derült ez ki, hogy mi végülis 10 óra körül mentünk el? Tette össze a zárást a őrsellátó. Hogy olyan nagy hó volt, hogy nem tudott oda bemenni. Aztán dudáltak, nem jöttek ki. Aztán ő bement. Ugye ez rögtön kijöttek. Szóval hamar kiderült akkor. Persze, úgyhogy már
évfél előtt minden tiszteletben. Riadóból mentetek el? Riadóból. Annából már nem szabad lett volna menni. Az eligazító nem vette észre, hogy minek tolakodik az oda, hogy gyorsan beálljon. Ja, hát mi megbeszéltük, hogy egymás mellé állunk, vagy mögé. Igen, hát ez nem szabad lett volna engedni, hogy az eligazítóknak el kellett volna különíteni. Másik pedig hát arra is. Nem figyelt fel arra senki, hogy új ruhába öltöztetek, új súrandó. Hát ja, hát megadtuk a módját, hát persze. Hát az aznap volt ruhacsere végül is, tudod. De... A gádónak a belsejébe volt a pénz, de varrog. Pénz nem volt. Tudod, mennyi pénz vittünk? Semmit. Egy doboz cigaretta volt mindegyikünknél, semmi több. Nem de volt. Nem volt itt pénz. Azért ravaszok voltak, mert én azt gondoltam, hogy ők locsmántra mennek be. Hát is mentünk mi utánuk. Egészen locsmántra. Mivel? Útlevélle? Mi? Útlevélle? Dehogy. Hát? Úgy. Csak ott a tereppe? Persze. Ahol ti mentetek el. Mert aztán nem tudtuk, nem vettük észre, hogy az erdőnek a jobb sarkán Oberpullendorf feleletet kanyarodva. Mi arra mentünk? Hát tudom. Másnap viszont visszajöttünk mi az izékkel, a zsandárokkal. És egészen locsmándig elmentek menni. Be is mentünk a faluba. Géppisztolya? Persze. És a náluk van fegyver? Ez komoly? Ez komoly? Komoly. Ez hihetetlen. Csak ketten mentünk. Kivel? Egy. Tisztel? Egy tisztel? Igen. Egy másikkal. Hát vagy Tamás volt szerintem. Mi van, hogyha meglátják őket? Mit csináltak volna? Hát kérdés, hogy mit csináltak volna azok? Mit csináltatok volna, ha rátok szól a parancsnok, hogy állj vagy lövök? Hát én nem tudtam, hogy semmi fegyver. Nem voltak messze ettől a pillanattól, ugye? Az... Nem, még komolyabbtól se volt. Nem lett volna egyenlő esély. Náluk volt fegyver, nálunk nem. Komolyabbtól se riadtunk volna, úgyhogy megláttunk volna. Hát lehet, hogy akkor költünk volna. Óra, másfél óra alatt megfordult. Nem látok, visszajöttem, mint elhetett. Ez nem lehetett egy jó érzés. Ja, nincs meg a préda, mi? Préda nélkül kell visszatérni. Vadászsákmány nélkül kell visszatérni, nem? A vad elne. Mi végül is a rendszerváltás után amnesztiát kaptunk. A köztársaság elnök pardonját. Úgyhogy én akkor jöttem először haza 91-ben. Krista bácsi, maga adott már nekik amnesztiát? Még eddig nem. Még nem? Nem. Fel kell oldozni. Nem. Ilyen. Jön a Luca napja. Akkor távoztunk. Luca napján? Ilyen. Luca napján. Megnyugtázta kezet. Na örülök, hogy... Sikerült. Én is, mert hogy megtéltetek, mint a tékozló fiú. Ezen a területen évente körülbelül 5-5,5 ezer jelzése volt az elektromos jelzőrendszernek. Most tudni kell, hogy az elektromos jelzőrendszer jelzésére 3 őrs ment. Az az őrs, ahol megtörtént a jelzés, és a 2 szomszédos őrse vonult ki. És ebből határsértő nem volt 5. Minden alkalommal ki kellett menni a riadócsoportnak. Volt olyan is, hogy a Révcavisi falu végén úgy volt, hogy a kukoricatábla volt benne a járőre a rendszeren belül, kívül meg volt a borzártásnak az odúja, és ezek a borz az éjjel 2-kor, meg volt pontosan 1:30-kor vagy 2-kor, ment kukoricát lopni be, és az mindig bejelzett. Tudtuk, hogy a borzártás ténykedik, de akkor is a riadócsoport futás ki, azt ott az orunk előtt. Érdekes, azt csinálták, hogy az egyik hanyat feküdt, a másik megrakta a 4 lába között a kukoricacsövekkel, megfogta a farkát, aztán áthúzta az odúba. Ott előttünk, de a védett állatot nem szabadott bántani. Aláírásokat gyűjtöttünk 84-ben, és elküldtük a Határőrség Országos Parancsnokságára. Kerítsék ki a falut úgy, mint Szentpéterfán, vigyék el ezt az S100-as jelzőrendszert, vigyék el az országhatár és a falu között, van ott még 200 méter, ezt az elektromos rendszert vigyék ott, hogy a falu szabad legyen,
hogy ne vándoroljanak el az emberek, ne menjen el mindenki, hisz mondhatnám, hogy a 20 év alatt, amik az hatásáv rendszer, tehát általában 18-20 éve volt akkor, fent hatásáv rendszer, a falu megfeleződött. Elhagytak itt egy NDK-s Trabantot. Na jó, mondom, akkor megnézzük holnap is, hogy holnap is ott lesz, akkor valószínű valami határesemény fog történni, vagy már megtörtént. És másnap kimentem, és az a Trabant darabokra volt szedve. És én akkor a kollégáimnak azt mondtam, ha ilyen még egyszer előfordul, akkor azt kell tennünk, hogy a járművet, a határőrségnek volt egy hatalmas nagy udvara, és oda az udvarba bevittük. 45 járművet vittünk be az udvarra, és ami érdekes, mind a 45-ért eljött a gazdája évek múlva. Változni nem változott a helyzet, én azt mondom majd, hogy nem egészen 90-ig, amíg nem jött a nyitás, amíg ez a S-100-as hatásáv rendszer nem esett. A Magyar Köztársaság elsőként tépte szét a vasfüggönyt, jóval megelőzve a cseh és szlovák köztársaságot, az akkor még német demokratikus köztársaságot, ma Németország keleti tartományát, nem is beszélve a Szovjetunióról. Magyarország elsőként teremtett utat a közös Európa, a demokrácia felé. Határra indul már a sok járőrlegény, búcscsókot int utána sok-sok női kéz. Száz szál virág szál a sapkájukra hull, közben a járőr messze elvonul. Meg-meg csillan egy-egy könny a halvány arcokon, találkozunk még édes angyalom. Határról győzelmesen visszajövünk még, ragyogni fog felettünk a messze kéklő ég. Míg messze járunk, a szív a szívre vár, leszel még boldog, te barna hajú lány. Rózsává lesz minden arcunk titkon ejtett könny, ha majd a járőr, ki győztesen visszajön, ha jön.